Sziasztok, Krebs Zoltán vagyok. A Monitor magazin és a TRX kezdte egy közös műsorát, az értéktrendet látjátok. Előző műsorunkban a Liza legénységének fizikai felkészítését, illetve annak egy részét nézhettétek meg a Kezdte TRX termében. Ott betekintést kaphattatok a funkcionális edzések érdekes világába. Akkor megígértük nektek, hogy a srácok konditermes edzését is megmutatjuk. Ennek megfelelően Hévízre látogattunk el, ahol a srácok igazi gyúrós, vasazós edzését Göny Ádám koordinálja. Tartsatok velünk! Először is szeretném megkérdezni, a srácok mióta járnak hozzád edzeni? Hát a Kiki már évek óta jár hozzám edzésre, 2-3 éve is. A srácok azok fél éve csatlakoztak az edzéshez, mert mivel hogy ugye készülnek a vitorlás versenyekre, és hát nem titkolt céljuk, hogy a legjobb eredményt hozzák el. Fő cél, hogy minél több energiát tudjanak mozgósítani a srácok, minél hosszabb ideig. Az izom erőt és az izom állóképességét a súlyok segítségével fejlesztjük, ezen belül végzünk köredzéseket, óriás sorozatokat, triszetteket, szuperszetteket, kicsi, közepes nagy súlyokat is használunk, olykor kimondottan nagy súlyokat is, az ismétlésszám az általában magas, sokszor extrém magas, a pihenőidő az nagyon-nagyon kevés, sőt sokszor pihenés nélkül dolgoznak a srácok. A szív és tüdő kapacitására is dolgozunk természetesen futópadok segítségével, az étrendjük is be van lőve a srácoknak, a súlyzós edzés közben a tápanyagot ürítjük a szervezetbe, és a szervezetünk úgy működik, hogy mindig többet tud visszamenni, mint amennyit leadunk, és ezért nagyon fontos, hogy mit és milyen mennyiségbe viszünk vissza a szervezetünkbe. Tehát a tápanyag helyes bevitele nélkül nem hatásos az edzés. És hogy haladnak a srácok? Hogy veszik az akadályokat? Nagyon jól haladnak a srácok, igazából akarják ezt az egészet. Szívből, lélekből csinálják, és ez a fontos. Nagyon fegyelmezettek, minden edzésen itt vannak, úgyhogy le a kalapva. Mit tapasztalsz, te mint edző? Ugye kétféle edzésről beszélünk, egyrészt dolgoznak a fiúk itt nálatok a klasszikus konditermi edzésekkel, illetve nálunk a funkcionális edzéssel. Két edzés hogy egészíti ki egymást? Mit érzel? Teljesen jól, a kettő igazából együtt hatásos. Itt igazából robbanékony erőt tudjuk elsősorban edzeni, persze próbáljuk a többi részét is, tehát a kitartó erőt is edzeni, és a kardiovaszkuláris állóképességet is, de elsősorban a TRX-nél, vagy hát nálatok tudtok igazán edzeni azt, hogy igazán kitartás legyen, és igazából az izom ne legyen fáradékony. Ugye tudjuk, hogy a srácok a hajón fognak dolgozni, és akár órákon keresztül is majd ilyen nagyon-nagyon extrém pózban kell, hogy a hajó oldalán lógjanak. Mivel tudod ebben őket segíteni? Nem is a gyakorlatok milyensége a lényeg, hanem az ismétlésszámok, a súlyok használata, a pihenőidő. Tehát tudunk arra figyelni, hogy hatékonyak legyenek a verseny alatt. Akkor Ádám, én szeretném neked megköszönni a lehetőséget. Egyrészt, hogy megengedted, hogy betekintsünk a fiúknak az edzésébe, másrészt, hogy lehetőséget adtál arra, hogy beszélgessünk egy kicsit. A nézőknek mondanám, hogy márciusban, illetve ahogy az idő engedi, és a fiúk vízre szállnak, akkor jelentkezni fogunk a hajóról is, vagy a katamaráról, vagy a Lizáról. Addig is ne felejtsetek el a szlogenünket, a sport egészség, az egészség érték. Tartsatok velünk a következő műsorban is, további szép napot kívánunk, sziasztok! Ádám, köszönjük szépen a lehetőséget!